A Mondschein Német Nemzetiségi Kórus Egyesület 2004-ben alakult az 1978-as Baráti Német Nemzetiségi Kórus alapító tagjaival. Így az együttes idén március 28-án ünnepelheti majd 30. születésnapját egy nagyszabású rendezvény keretein belül a próbáiknak több éve helyt adó Babits Mihály Művelődési Házban. Van egy gyűjteményünk, a régi karnagyok, akik az elején még az időseket fel tudták keresni, és valóban szájhagyomány útján tudják ezeket a dalokat. Sajnos nem lettek lekottázva, csak a szájhagyomány útján, és most próbáljuk az utolsó pillanatban megmenteni ezeket, hogy megpróbáljuk lekottázni. Még van egy-két olyan, három alapító tagunk van még, és egy-két idősebb, aki a dallamokat meg tudja őrizni. A kórusnak volt szerencséje már több külföldi együtteshez is ellátogatni, mégis legkedvesebb fellépéseik egyike a Szexuális Vábbál, amire nagy erőkkel készülnek, most éppen Hajszer Beátával, aki Molnár Márta karnagyot helyettesíti tavaly ősztől. Az új kórus vezető korábban már dolgozott az együttessel. Nagyon szeretek egyébként ide járni. Közéjük nehéz az elindulás otthonról a fáradtságos munka után egész nap. Amikor már itt vagyok, akkor jó lendületet ad, és szinte olyan hamar elmegy ez a két óra hossza, hogy én már szünetet sem tartok nekik egyébként, amit egy picit eleinte kifogásoltak, hogy de nem is volt szünet, és most meg már semmi reklamáció nincs ez ügyben. Hozzám is közel áll ez a műfaj. Az egész családom nagyon szereti a sváb dalokat, a német dalokat, és nagyon szeretünk rá mulatni, úgyhogy én majdnem, hogy amikor vezetem a kórust, akkor már majdnem táncra is perdülök, mert nagyon, nagyon élvezem, mondhatni. Keller Antal 10 éves kora óta zenél, több német nemzetiségi társcsoportot kísért már, 1983 óta pedig a Mondschein kórus harmonikása. Annak idején a Klézi János bácsi egy sváb bálon szólította meg a szünetbe, hogy volna-e kedvem játszani, akkor ugye megüresedett ez a harmonikás hely. És nagy örömmel fogadtam ezt a felkérést, és hát azóta is játszom itt. A német tudásom az hiányos, és sajnos én abban a korban nevelkedtem, amikor is származásomat illetően ugye német nemzetiségű vagyok, de az iskolában nem tanultam a nyelvet. Már felnőtt fejjel különböző tanfolyamokon részt vettem, és hát tulajdonképpen itt a kórusban, ami rám ragad úgymond, tehát kicsit tudok beszélni. Mikor jártunk külföldön, akkor gyakorlatilag már azt tapasztaltam, hogy én megértetem magamat a németekkel. Az más kérdés, hogy ők megértik-e. Ez egyfajta családi találkozó, én azt mondhatnám, hiszen a mai nap is egy olyan, hogy ugye úgy érkeztem, hogy bejöttem az ajtón, és mindjárt nótára fakadtam, ahogyan ezt önök megtapasztalták. Nem hiszem, hogy a felvételen ez látszik, de mindjárt jókedve jöttem, hiszen mai nap a továbbiak során ugye azzal fog eltelni, hogy részben gyakorolunk, ugye készülünk a szexárdi hagyományos vábbálnak a fellépésére, valamint hát most utána kicsit ünnepelünk. Nagyon szeretünk együtt lenni. Olyan jól el vagyunk, énekelünk, és utána megtartjuk a névnapokat, és akkor így el vagyunk. Én a Kadarka utcai óvodába dolgoztam, és a konyhás néni az járt a kórusba, és akkor hívott engemet is, és nekem nagyon tetszett, mert én tudok németül, és hát szeretem ezeket a régi német énekeket, meg értem is, és akkor így jobb énekelni.